Eljöttünk az utolsó lotthoz, elérkeztünk. Rég nem látott Fatime drágánk érkezik, tehát érkezik Tama drágám, földobtam Ivettet rá, hogy jöjjön egy jó lovon ő is. Érkezik a szürikém Sárival, és érkezik a rég nem látott Fatime Dankussal. Drágám, ha bármi néha elkezd így beugrik, vagy valami, akkor érászhoz mész vele. Én? Aha. Semmi. Galopott a Tóbián. Azt nem, tessék. Mert? De miért? Azt kell mondani, hogy miért. Igen. Azért, mert beraktad ide a fűtőt. Igen, beraktam, nem elé, nem mögét, eléd. De mondom, megyünk. De mehetünk külön, a szürke megy egyedül, hallgass rám. Ott vagyok, mögöttetek, megyek ki veletek, vigyázok rátok. Ott vagyok. Nyugi. Ne rinyáljatok, még apátok itt van. Nyugi. Ha már nem vagyok itt, akkor rinyáljatok. Hopp, tudtam, hogy egy nagy vizet. Indul a strappot, de olyan egy helybe. Ahogy a Tama szeret menni, az pont jó lesz. Gyerünk! Feri bátyánk beindította az autót a legrosszabbkor. Inkább hagyta volna a picsába. Tehát szép lassan, akár mehetsz jobbra, igen. Beindította az autót, ez a legklasszikusabb dolog, így van. Még lassabban. Még lassabban. Így van. Csak szépen egy helybe. Igen, leállítja az autót, megköszönjük. Elmész menti 2 métert és beindítja. Na, az a legrosszabb. Inkább járó motorra lenne. Fati leteszi magát, Dankus, nyugodj már le. Nem vagyok hülye. 1000 éves csinálom. Tudok mindent. Szépen beáll, autó főbaszta egy kicsit, beért, elindul, és szépen, ahogy mennek a körök, úgy kezd bemelegedni, annál frissebb lesz. Ezt nem mondhatom neki. Ugyan már, gyerekek. Na. Nyugodj. Ivett, te látom is. Ivett, csak trappolunk, jó? Drágám, meddig van a hidi közét nyitva? 2. Az jó. Nem, kusba vagyok, drágám. Szólj, hogy lassabban vagy egyebek, nyugodtan dirigálj hátulról. Rád van bízva. Lehet már Fatit is még jobban etetni. Többiek még lerendezik a pár futót, sörények szerintem rendben. Kicsit átpucolgatják őket, rendbe rakják őket, itt a lentiekkel én meg vagyok. Illetve egy van csak a palisz. Ja, szárjuk a csodát. Fogd meg! Jó, jöhetsz vele, ne vigyen ki a kapunál, mehetsz vele, lányom. Jó, és akkor szépen trappolj elől. Úgy, jó. Parírozza magát, úgy, és csak trappolj. De! Azt mondom, hogy elől menj és trappolj, csak lassan. Ügyes vagy, Dankuskám, csak nincs önbizalmad. Ha be vagy szarva, sokkal aranyosabb vagy, esküszöm. Tényleg. Hát nem. Legyél inkább többször. Gyerekek, így kezdtem. Szürke érál és megy egyedül. De nem hisznek nekem, mert gondolkodnak, variálnak. És mi történik most? A szürke ott van elő és megy elő egyedül. Ők meg ketten ott szépen ballagnak. De nem, bazd meg, nekik legyen igazuk, variálnak. Megoldható lett volna tegnap is, hogy a Tamával elviszem az 5 kancát. Meg lehetett volna variálni. Nem, bazd meg. Negró mögé beraktuk a kancákat, amit direkt el akartam kerülni. Hú, bazd meg, mit csinál ott a Fati? Nem csodálom, Dankuskám. Kamerán semmit nem látni. De ott kidurrant akkorákat örök ki.
Nem hallgatnak rám. Csak tudom, tudom. Jobban gondolkodom ilyenben, mint ő. Mázsákkal. Mindenben. Na mindegy. Hopp, húbazd meg. Patika az alakít. És a farkát láttam itt a homokbuckákon így főrepülni. Fatinek. Fenn van, jól van. Kapunál figyelj, lányom! Ügyes vagy, szépen ülöd. Fantasztikus. Nekem is nagyon tetszik, gyönyörű. Mindene. Ja, tehát miről beszéltem? 2 órával ezelőtt mit mondtam? Csak nem hisztek apátoknak. Senki nem hisz nekem. Mindent előre elmondok, hogy hogy lesz a jobb. Ezt mondtam, láttam, a farkát láttam csak repülni. Mit mondtam 2 órája? Szürke érrel megy elől, ti meg így. Erre nem, nem jó semmi. És mi a vége? Ott megy a szürke előtt, ti meg itt szépen. Ha ne hát. Na. Nem tudom meggyőzni őket. És nem azért, hogy nekem igazam legyen. Ne legyen, szarok én az én igazamra. Csak a jót akarom mindig. És kiderül, hogy mindig az van, amit én mondok, az a vége a jó. Kapunál mindig figyelj. Átérte a kapun, a mocsárig mehetsz egy lassú galocsaszt. Átérte a kapun, mehetsz egy galocsaszt a mocsárig, vagy addig a túlsó útig. Indulj be. Szépen. Ülj le neki huszárosan. Csak lassan. Ne engedd el gurulni. Nagyon gurul. Vedd vissza. Parírozd. Úgy. Tökéletes. Ez az. Helyes lábra akarta beugrani. Indulhattok is, de nagyon egy helybe, és figyelj meg, ki fog akasztani. Indulj, galo. De tényleg egy helybe. Hagyj menjenek. Gyerünk. Ugrasz be. És amíg bírjátok, mehettek. Csak mondom, egy helybe ivett. Mondjuk abban van praxis a Tamának, azt imádja. Lassabban. Na most szabályozted, Ankus, tempót. Ha lenne tisztelet, akkor megértenék, hogy jót akarok, és el is fogadnák, de itt csak a harcok mennek, aztán végül is kiderül, hogy igazam van. De. Na, tessék, mit mondtam 2 órával ezelőtt, hogy megyünk? Szürike itt előtti, meg ott ketten. Végeredmény, szürike előtti, meg ott ketten. Ennyi. És ez naponta előfordul 10-szer ilyen. Csak meg kell harcolnom érte mindig. Tökéletes, ők is kentréznek. És ugyanúgy megyünk, ahogy 2 órával ezelőtt mondtam. Ne engedd elgurulni, akkor ügyi vagy. Csak az egy helybe. Úgy mész, mint az óra. Nagyon szép. Igen, és odafigyelnek a helyes lábra. Jó, klassz. A vérükbe van. Ügyesek. Ezt meg kell mondani. Igen, olyan aranyos, mint egy kisgyerek. Egyelőre el vagytok, mit akarsz. Még 2-t mennénk, galo alamezzo. Tökéletes a mai. Helyes láb, mindkettőn. Néha. Mi kell még a boldogsághoz? Szépen mennek. Dolgoznak, fönn csinálják a dolgokat, futókat rendbe, amik a önitatót nem tudom, szóltam 3-szor, még rájuk szólok. Az megvan, akkor minden oké. Tökéletes! Extra! Ügyesek mind a 3 lovak is. Na, tehát több tiszteletet, és sokkal könnyebben fogunk haladni. Hallgassatok rám. Én is azt szeretném, hogy mindenkinek jó legyen, és hogy jó haladjunk. Nem kötözködni, nem vitázni, nem a szart akarom, hanem csak is a jót. A nevem mindig az volt, hogy exkluzív. Mindenbe. Tényleg? Nem hallottam még. Ügyik vagytok. Még egy kör. Na. Ennyi. Ezt még nem hallottam.
Hát Paganini, ezt annól mondták, olyan a kezem, Paganini. Ez viszont tényleg így van. Lovakhoz, tehát a... Ucsó kör, drágám, itt kitrappolunk hosszan haza. Nagyon ügyi vagy. Ügyik vagy. Utolsó kör! Még egy kör! Szuperek vagytok, kitrappolunk, alamezzo. Extra volt. Tökéletes. Szupi vagy, drágám. Kitrapp. Ennél jobb nem lehetett volna. Organizáltam, ti meg megoldottátok. Ennyi. Hagyjátok rám az organizálást, légy szíves. Ugyanis jót akarok. Meg az ikonyitok valamit hozzá talán. Ez a nomcsinak a eltartója. Ived, drágám! Ezt fel kéne vinned, úgy begyűröd magadhoz. Meg tudod oldani, ez a Noémié. Ez az egyik. Fölviszel a cilát. Igen, a Noéminek. A másik fele, jó van. Jó van, nem baj, engem megrúg, az nem baj. Te ne esle. A másik, hogy önitató. Nem tudom, hogy elfelejtettük, én háromszor szóltam. Ivett, szólj nekik, hogy önitató, jó? Ügyesek voltatok. Milyen szép almás a segge. Ivett, itt meg tudsz mindent, be van öntve az ebéd, csak rányomod lakatot, kulcsot elraktam. Ott meg önitató. Szólni négyszer, hogy önitató. Jó lányom, te is szólj ott fent, hogy önitató. Tudni fogják, hogy miről beszélek, ki kell mosni nekik. Belefér és mehet mindenki, amerre lát. Nagyon ügyes voltál. Hát de ezt mondtam, drágám. Van egy pici, olyan szépen el volt így. Mentem én már így vele elől, egyedül. Szerbusz!